nagy átverés tulajdonképpen, és rá akarták húzni az ukránok az oroszokra a vizes lepedőt. Kedden este rakéta csapódott a NATO tag Lengyelország területére, két embert megölve. Úgy tűnik, a rakétát az ukrán légvédelem lőtte ki. A NATO főtitkár mégis azt mondta, az incidensért minden felelősség Oroszországot terheli, ugyanis ők azok, akik illegális háborút indítottak Ukrajna ellen. Arra voltunk kíváncsiak, mit gondol erről az egészről Orbán Viktor egyik legközelebbi munkatársa, Nagy János államtitkár, valamint Siklósi lakossági fórumának vendégei. Azt mondják, figyelmetlenség okozta ezt az egész dolgot, hát akkor jobban kell figyelni, és nem fog ilyen előfordulni, ha már csak ilyen egyszerű dolgokba indulunk ki. Szerint most ezt hogy kell értelmezni ezt a helyzetet? Ki a felelős azért, hogy meghalt Lengyelországban két ember? Hát szerintem csak ők a felelősek, nem? Ránok? Hát világos. Hát világos, hogy jön, nem? Hát de ugye nem lőtték volna fel ezeket a légvédelmi rakétákat, hogyha az oroszok nem bombázzák. Hát az is igaz, de hát az is igaz, akkor jó helyre lőtték volna. Nem? Hát szóval ez itt van, ez a hadászati dolgok, ezek nagyon kemény dolgok. Lehet akár provokáció is ez a dolog, lehet egy véletlen baleset. Meg kell nézni, kinek az érdeke, kinek használ ez a dolog, hogyha ez szándékos volt. Az információink szerint egy eltévedt rakétáról van szó, ami könnyen lehet, hogy az ukránok részéről került oda, de sok még a bizonytalanság, igazságra van szükség, és nyugalomra. Értem. Tehát akkor úgy gondolják, hogy ez egy ukrán légvédelmi rakéta lehetett valószínűleg? Nem merem kimondani, de nagy valószínűséggel. Uh-huh. És mi a receptje annak, vagy hogyan lehet esetleg elkerülni azt, hogy ugye Magyarországon ugyanilyen dologra sor kerüljön, ugye nekünk is van közös határunk Ukrajnával? Igen, az az igazság, hogyha megnézik a térképet, akkor jól kijön, hogy Kárpátalja megyére nem esett egyetlen bomba sem. De az a helyzet, hogy erre az esetre, hogy egy ilyen bekövetkezhet, föl kell készülni. És hogyan fogunk felkészülni? Ezt a honvédelmi miniszter úr kapta meg feladatul, aki minden képességét és a honvédség minden képességét labba fogja vetni. Ukrajna mellé kell állnunk, ez nem is kérdés. Az egy másik dolog, hogy nekünk Magyarországot és a magyar embereket kell képviselnünk, és a magyar emberek érdeke azt kívánja, hogy ebbe a háborúba ne vonódjunk be. És itt ezen a fórumon is erről van szó? Erről fogunk beszélni? Hát itt arról szeretnénk beszélni, hogy szeretnénk Brüsszelnek egy egyenes és világos üzenetet küldeni. Nem tudjuk pontosan, hogy mi miért úgy történik, ahogy történik. Elképzeléseink vannak, a magyar történelem nagyon széles és hosszú, a mi képzeltünk még annál is nagyobb, tehát el tudjuk képzelni, hogy ennek nagyon komoly ára lesz, bármi is lesz a háború vége, ha vége lesz egyáltalán. Bízunk, nagyon bízunk a békében, tehát hogy előbb-utóbb csak az lesz. És mit gondolnak a kormány, szolgálja ezeket ezt a célt? Hogy... A békét? Uh-huh. Igen, biztos, igen. És miben? Hát azért mennek egyezkedni, de hova, hogy előbb-utóbb, meg hát ők kérik, tehát előbb-utóbb csak mindenki belátja, hogy ez kell, hogy legyen, mert ugye Magyarország ezt akarja, a békét. Lehet, hogy Oroszország egy agresszor, nyilván, hogy az, hogyha megtámadott egy másik országot, de az is lehet, hogy önvédelemből tette, nem tudjuk. Az Egyesült Államok is nyilatkozott, hogy tulajdonképpen arra felé nem is lőttek az oroszok rakétát, akkor ez már kizárja azt, hogy ezt rakétára lőtték, ezt a légvédelmi rakétát. Tehát lehet szépen magyarázni, de az igazság úgy kijön így a nyilatkozatokból. Amiket leadnak a híradásban, itt azt nem lehet eldönteni, hogy azok valós híreke, és naponta változik a hadállás és a két fél között, úgyhogy ez, azt hiszem, hogy mi ezzel túlságosan kis emberek vagyunk, mi ehhez, hogy mi ez, akár még meg tudjuk jósolni is, hogy ennek mi lesz a vége. Ez a béke, ez úgy jönne létre, hogy Oroszország visszavonul? Szerintem igen. Majd az oroszok is belátják előbb-utóbb, hogy abba kell ezt hagyni, mert nem lesz jó vége. Akkor kitör a világháború. Nézd, a helyzet az úgy áll, hogy van egy független állam, amit egy másik ország megtámadott. Szerintem ez nem kérdés, hogy Oroszország az agresszor. De hogyha a kormány is elismeri azt, hogy Oroszországnak ez egy illegális, törvénytelen háborúja Ukrajnával szemben, akkor mégis a kormány hogy gondolja, hogy hogyan kellene megbüntetni Oroszországot azért, mert egy illegális háborút indított az egyik független állam ellen? Hát ez egy jó kérdés, az igazság, hogy nincsen mandátum erre, hogy erről én beszéljek, ezt a kormányfőnek kell mérlegelnie. De, vagy akkor ne is büntessük meg egyáltalán? Nem, ezt nem mondtam. Rá kell kényszeríteni, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen, és legyen egy béketárgyalás, ahol valamilyen közös pontot
találjanak a felek. De akkor hogy kényszerítsük rá erre a tárgyalásra, hogyha sem fegyvert nem adunk Ukrajnának, hogy növelni tudja a védekezési kapacitásait, sem pedig a szankciókat nem szeretnénk Oroszország ellen, akkor hogy fognak? A sarkati úr, mi egy 10 milliós ország vagyunk. Tehát az, az igazság, hogy mi, nekünk annyi mozgásterünk van, amennyi van, amennyi egy 10 milliós országnak, egy 10 milliós gazdaságnak van. Nekünk vannak elemi érdekeink, energetikában, gazdaságban, kereskedelemben. Mi ezeket próbáljuk leginkább érvényesíteni. Ezen dolgozunk. Mindenkit biztatok arra, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt. Mondjunk közösen nemet a szankciókra. Küldjünk világos, egyértelmű, egyenes üzenetet Brüsszelbe. És ne felejtsük el, Birkadat előtt van a legsötétebb. Ön szerint Magyarország nincsen veszélyben? Nőlem, gyerekek, hát mi fixek vagyunk, gyerekek. Itt mi látó emberek vagyunk, meg vagyunk védve. Hát ugye lengyelek is látunk. Hát tudom, azok is meg vannak védve, hát most pont tárgyaltak pont erről, hogy nincs olyan baj, amire nem tudnak megegyezni, szóval úgy néz ki legalábbis. Legyek, azt mondták, hogy ez akármiben, ez nem készakaró dolog, szóval most hallgattam pont. Szóval nem kell félni attól, hogy itt valami lesz, gyerekek. Mindenki húzza a farkát. Hát az étel nem úgy van ám, hogy itt ebbe keresztük, aztán jó. Hát ez világháborúra vezette. Hát és az nem volna mindegy, nem? Ki rendel meg ki? Őt is megyek hozzá. ₹2400 forintból vehetsz 3 jégkrémet, 2 hamburgert vagy egy pizzát. De ennyibe kerül nagyjából egy percnyi Telex is. Az, hogy az ország legnagyobb közösségi újságja ilyen színvonalon tud működni, több mint 100 ember összehangolt munkáját igényli. Mindez pedig nem oligarchák pénzéből tesszük, hanem az olvasókra támaszkodunk. Szállj be te is néhány percre. Állj be most te is a Telex mögé.